Érdemes a hűtőfolyadékot is pótolni az autókban a nyaralás előtt. Persze nem kell a legrosszabbra készülni, de még egy kisebb kirándulást is tönkretehet a forróság. Egy nem megfelelő állapotú autó, vagy csak pár otthon felejtett, de igen hasznos holmi sok bosszúságot okozhat. Azonban, ha pár dologra odafigyelünk, könnyebben elkerülhetjük a bajt. Ötvös Pál szerviz tanácsadó arra hívja fel a figyelmet, hogy nyaralás előtt tüzetesen nézzük át járművünket. Az első és legfontosabb szempont az autónk állapota. Legyen arra képes, hogy utazást biztosítson számunkra, amivel oda is érünk és vissza is jövünk. Tehát nagyon fontos a motorolajszint ellenőrzése, fékek állapota, megfelelő gumiabroncs állapota, illetve ezekben a melegekben a klímának az állapota. A klímának a tisztítása is nagyon fontos. Nyár előtt érdemes ezt megcsinálni egy pollenszűrő cserével. A szakember hozzátette, nagyon sokan szervizben nézetik át autójukat. Ilyenkor elsősorban a motorolajszintet, a fékek, gumiabroncsok és a futómű állapotát vizsgálják meg. Legnagyobb problémák általában a fékek elhanyagolásából, illetve a szervíznek a kicsit kitolásából a nyár időszak miatt. Érdemes inkább előbb megcsináltatni a szervizt, hogy ne leokozzon ezt problémát, illetve ilyenkor kap egy átvizsgálást az autó nálunk, ezáltal azért kiderülhetnek problémák. Bár ezt a legnehezebb betartani, de a magas UV-sugárzású időszakot utazáskor érdemes lenne elkerülni. Autót és embert is próbáló időben mindenki rosszabbul teljesít. Legyünk tehát megfontoltak a nyári autózás közben is.